Szép reggelt mindenkinek! Az, hogy esetlegesen engem nem láttok, az csak attól van, hogy a sivatagi naplemente itt a fő téma. És egy rövid beszámoló, egy összefoglaló arról, hogy mi is történt a Trabant expedíció életében az elmúlt 30 napban. Igen, 30 napja, hogy elindultunk Európából, illetve hát konkrétan Dél-Franciaországból. A nulladik nappal kezdve, amikor is Montpellier városából kiengedtem a kéziféket, és beleálltunk ebbe a közel 3 hónapos expedíciónak a lebonyolításába. A 30 nap alatt bejártuk már a Gibraltári félsziget déli részét, Spanyolország érintésével természetesen, áthajóztunk egy parányi kikötőből, Motrilból, Alhoceimába, ezzel elérve az afrikai kontinenst. Ott bejártuk a Rif hegységet, megnéztük az Ouzoud vízesést, elszaladtunk Marrakeshbe, leszaladtunk egy röpke 2-3000 kilométeres körre a Nyugat-Szaharába, aztán segítségünkkel Nagy András barátunk feljutott a Topkál csúcsára, mármint úgy segítségünkkel, hogy elvittem a hegy alá, tehát nem nagy zolog. Elvittem a hegy alá, megmászta a Topkál 4167 méteres csúcsát, marha nagy szerencséje volt egyébként, mert közben leesett a hó, és ezen a héten már nem lenne esélye. Az a terasz, amit akkor én hotelként használtam és videóztam onnan, napsütésben fürdött, és rövid nadrágba, pólóba lehetett napozgatni a napozó ágyba, most 40 centi hó van rajta. A következő körünk, ami mostanában kezdődött, most csütörtök van, hétfőn lódultunk el az algériai határ, algériai Maurita határ felé, hogy megnézzük a Szahara csücskét. A hátam mögött lévő dombok, ha majd ki fognak fényesedni, akkor jobban látjátok, hogy ez már a csumi sivatag, ahogy ezt vidékiesen szoktuk mondani. Tehát itt a homokon kívül gyakorlatilag nincs más. Erről fogok következő részekben beszámolni, hogy hogyan lehet mozogni az autóval a sivatagban, és hogy hogyan lehet itt megélni. Reggeli napfölkeltés fölvételek. Kutya farokcsóvával nyit a napocska, mert különben nem is kellene föl magyaró farokcsóva nélkül. Ez meg itt röpke bemutatása a táborunknak, vagy a sátortáborunknak. Egyelőre még a vert vályogfal véd bennünket a széltől meg a homoktól. De mindez megszűnik abban a pillanatban, hogy kilépünk a kapun, vagy fölmegyünk a teraszra. És a dűnék már nem látó távolságon belül, hanem kézzel fogható távolságon belül vannak. Elképzelésem szerint levesszük az autóról a nehéz dolgokat, bedobjuk a két sátor közé egy bezárható tetőboxba, és el fogunk menni egy kicsit randalírozni a dűnék közé is, valamint, minthogy jelen esetben egy sportos kivitelezésű navigátorom van, azt beszéltük meg, hogy a legnagyobb dűnét gyalogláb formájában, mint a gyalogkakuk, megpróbáljuk megmászogatni. Hát először minden reggeli kávéérzási ceremónia az a igen fontos dolog, és majd utána tartunk hadi tanácsot, és kovácsolunk valami tervet. Nos, nekivágtunk a sivatag ezen következő etapjának. Immáron gyalogosan, és azért stílszerűen megmutatom, hogy az aklimatizációnk az totál tökéletes. Egyedül magyarót nem bírtuk rávenni arra, hogy levegye a lábbeliét, de hát nem hiába Pipec városi kutya. Ott, ami előttünk van, nem mondjátok, hogy távol, tudjuk, hogy távol van. Az a célunk ma délelőtre. Na kérem szépen, az ott a hátam mögött a hegy. Aztán, hogyha szerencsétek van és halljátok, akkor mondom még egyszer, az ott a hátam mögött a hegy. Majd magyarul fog felhúzni, hogy mi azt megpróbáljuk. Még mielőtt azt hinné valaki, hogy nagy zolog, hogy itt a sivatag közepén, itt van a hátam mögött a falu, alig 20 percnyire is elránt a kutyám, mert meglátta a dromedárokat. De a guberálós mi voltomat, azt így se hagyom ám abba. Ott van előttem a dűne. De én lógatva az orromat, magyarul menjél el, légy szíves. Ott van, látjátok? Találtam egy pisilős pénzt. Na ezt utánozzátok le, hogyha a sivatagban valaki megtalálja. Ránk kezd melegedni az idő, de legalább nem hűl ránk a ruha. Turpistáink is megálltak, úgymond szelfire, viszont elhagyván őket,
megyünk tovább a dűne irányába. Kovács Zoltán barátomat illeti a kérdés Spanyolországban. Hogy vajon a fagászgenerátoros kézikészülékes tüzelőanyag energia szufferbe a kisméretű teveszarból válogassak gyújtósnak, vagy a nagyméretű teveszarból kell válogassak majd gyújtósnak? Na, interneten kérem a választ. Na, kedves Csonti, a teveszarral kapcsolatos kérdésben, a faágázosító kazán kapcsán, én azt javasolnám neked, hogy előbb a nagyméretű teveszart rakd alulra, persze jól kiszárított teveszarról van szó, gondolom, aztán a tetejére valószínűleg kisebbeket gyújtósnak, és amikor fentről ég lefele, én úgy vettem észre, legalábbis fánál, hogy akkor jobban működik a dolog, mivel először a kicsi kaplángra, aztán pedig a nagyobb darab fadarabok, teljesítettben jelenleg teveszar lesz. Kíváncsian várom a választ, hogy hogyan fog működni a sivatagban. Üdv innen Malagáról! Gyenge üzenetem az emberiség számára, hogy bármi jó legyen is, az orvostudomány magas szintű tudása, a digitális világ, meg a gépek mérési eredményeinek a lótúrósága, meg a milliárdos orvosi berendezések. Ha nekem valaki azt mondja, hogy kardiológiai problémám van azért, mert a gép azt mondja, ezt a dűnét nézve, ahol a lihegésen kívül, a rohadt melegbe, a fölfelé menetbe, és piszkosul jól érzem magam, hát, az összes záró jelentést használják fel gyújtósnak. Jó kedvet mindenkinek! Hajrá, föl, oda! Nos, kérem szépen, ez itt egy dűne, azaz egy dűne tető. Aztán majd körbe panorázom én ezt a helyet, itt az expedíciónk 30. napján, egy 170 méter magas sivatagi dűne kellős közepéről, amikor azt kell mondjam, sűrű kacsingatások közepette, ne higgyetek senkinek semmit. A mosolyom az annak szól, hogy a ki nem mondom nevét adóhatóság még itt is utolért. Tehát az elmúlt esztendőben egyetlen egy olyan jellegű előadást tartotta, amiért pénzt kaptam. Akkor is volt körmölni való, 8 papír alá írni való. És ma reggel a dűne kellős közepén jön egy üzenet, hogy bizony, ezt az egy darabot, ezt el kell számolni, be kell vallani, és adózni kell belőle. Tehát, ha lennének még a világon adószedők, de szívesen várnám őket itt egy lapáttal. A többit találjátok ki. Hölgyeim és uraim, íme a Szahara. A Csonti Movie bemutatja önöknek a Szaharát. Azok ott egy másik dűnén, angolok. Ez meg itt az én dűném. Saját, külön bejáratú dűném. Van hozzátartozó kutyám, meg saját szellőm is, ami nem mellesleg egyébként 170 méter magas. Az ott az elnékom, mindjárt jön egy újkori honfoglaló, ez pedig itt a kutyám, meglehetős fáradtan, ám de törve nem. Ő képviseli itt a csúcsszínvonalat. Ennél jobban nem akarok leereszkedni, nem azért, mert lyukba esek, hanem azért, mert nagyon meredek az oldala a dűnének. Nos, hajrá Magyaró, hajrá Szahara. Merzúgában járunk különben, ez a Szaharának egy csücske, amit minden úgymond idézőjelesen és pontos jésen turista meglátogat. A lejtő meredekségét úgy próbáljuk meg letesztelni, megpróbálom nem pofára esni benne. Lefelé különben is eszméletlen könnyű jönni. Itt még a bogarak is lefelé jönnek.
Kár, hogy nem hoztunk egy nylon zacskót. Magyarul örvend nekem, hogy amit idáig megmászott fölfelé, azt most majd lefelé pillanatok alatt leadhatja. Nézzétek meg ezt a kutyát! Úszik a homokba! Úgy utál engem, hogy ez össze van borzolódva a szemöldöke. Magyi, úszunk! Gyerünk, mindjárt ott a vége! Igazi sivatagi kutya. Szerzek rá taréget, és szerintem hiéna lesz belőle. Tudom, látjátok-e élénken, hogy a két kis motoros 50 köbcentis erőgéppel üldözik azt az 100 szerencsétlen tevét, aki elkóricált. Sőt, látjátok, megy elé is valaki, hogy hát, hogyha be tudja fogni a tevét. A másik üldöző már lemondott róla, egy még mindig követi, a teve most meghátrált. Megszivatott mindenkit. A kis motorosunk salakmotoros technológiával, szinte szögben fordult lábletétellel, és próbál utána vágtázni a tevén. Magyarul ne húzzál, nem a tiéd lesz a teve. Megvárjuk az üldözéses verseny végét. A csávó átment terepszakaszba. De kenni utána ám keményen. Hú, hogyha belenjünk a napba, akkor onnantól kezdve nem fogjuk látni az üldözéses verseny végét. De jön felém a teve. Húha, gond lesz. Gond lesz, mert itt van Magyaró is. Magyaró beszeretne szállni a küzdelembe. És jön a teve, és jön a teve, és jön utána a csávó, és jön utána a csávó, de a teve belehúz. A teve orhosszon előtte van! A csávókámnak esélye nincs! De hát az a baj, hogy a szerencsétlen csőbe fut, mert hogy onnan indult. Tehát vegyük úgy, hogy sajnos elhalkulunk, és a teve megint veszített.